A kutya tejfélékhez tartozó dísznövény Közép-Amerikából, Mexikóból származik. Jóval az európaiak megérkezése előtt az indián tisztaság jelképeként a közép-mexikói asztékok termesztették. A nagybecsben tartott növény azonban csak a hegyvidéki klímán maradt meg. Vörös színű felleveleiből az indiánok festéket készítettek. Az USA-ban 1825-ben az államok első mexikói nagykövete révén vált ismerté. Az 1900-as évek elején Kaliforniában, Hollywoodban kezdték termeszteni, nemesíteni. A 20-as években jutott el Európába, a 60-as években még vágott virágként volt ismert, ma kizárólag cserepes növényként termesztik. Az érdekesség a Mikulás virágnak, hogy nem a virágaival díszít, hanem a friss felleveleivel. Gyakorlatilag a zöld és a piros levelek ugyanilyen levelek, előbb-utóbb a piros is bezöldül, viszont ugye ezek a felső levelek hát jellemzően pirosak, de manapság már létezik fehér, sárga, narancssárga vagy akár rózsaszín is. És igazából a virágja csupán ez a kis, hát mondjuk úgy jelentéktelen kis bimbocskák, tehát nem is annyira díszítő értékű virágok. Könnyű dolga van a Mikulás virág kedvelőinek. A munka nehezebb részét, hogy a fellevelek bepirosodjanak, a kertészek elvégzik helyettük. Ahogy elkezd a napsütéses órák száma csökkenni, akkor kezd bepirosodni a Mikulás virágoknak a levele. A Mikulás virágot óvják a tűző napsugaraktól, de a lakás napfényes részén helyezzék el. A növény nem kedveli a változó hőmérsékletű szobát és a húzatot. A legjobb, ha a nyílászárokról is távol tartják. A Mikulás virágot, ha már hazavittük, akkor gyakorlatilag azért, hogy szobában tartsuk, viszonylag meleg, állandó hőmérsékleten, tehát ne legyen húzatos helyen. Nem célszerű olyan helyre tenni, ahol bármi hozzáérhet a leveléhez, tehát ablakot, ha nyitunk, vagy esetleg egy fűtőtest radiátor hozzáér. Nem érdemes olyan helyre tenni, ahol elközlekedünk mellette, ugyanis ha a levele megsérül, megpattan egy kicsit, akkor hajlamos bebarnulni, illetve befoltosodni, amit már mégsem szeretnénk. Ha ilyen nagyon, levelek nagyon befoltosodnak, azt nyugodtan le lehet csippenteni, hiszen viszonylag hamar hoz új leveleket. A legjobb öntözési módszer, ha hetenként egyszer állott vízzel teli edénybe helyezik a Mikulás virág cserepét. Sajnos ez sokan belefutnak abban a hibába, hogy a Mikulás virágot túlocsolják. Ilyenkor a leveit ledobja, hogy egészen megnehezednek a levelek, tehát túltöltődnek vízzel és ledobja őket. Ilyenkor érdemes, ha már teljesen lekopaszodott, akkor visszavagdosni az ágakat. És az előbb említett 2-3 hónapig meleg napos helyen kell tartani, aztán pedig újra ilyen sötétebb. Van, aki beteszi a szekrénybe, más leviszi a pincébe, tehát egy néhány hétig lecsökkenteni a napsütéses órák számát, és akkor újra bepirosodik és újra virágzik. A Mikulás virág bimbó képződése és felleveleinek színeződése csak akkor indul meg újból, ha rövid nappalos körülményeket biztosítunk a számára. Ez azt jelenti, hogy a virágot a nappali fény 10-12 óránál tovább nem éri. A Mikulás virágokat gyakorlatilag egész évben lehetne mondjuk így pirosítani, hanem is virágoztatni. Ennek ellenére október-novembertől tart a virágzási időszaka, kb. Január-februári, tehát ha jól érzi magát, nem locsoljuk túl, és ugyanakkor elég fényt is kap, akkor akár február végéig is ugyanolyan szép piros marad. A Mikulás virág tél vége felé hullatni kezdi a levelét. Sokan azt gondolják, hogy hamarosan kipusztul, pedig csak pihenni készül, ezért ne dobják ki a leveleit vesztett virágot. Visszametszés, újraültetés, rendszeres tápoldatozás után nyáron új hajtást hoz. Ősszel pedig mesterséges fénytől védett helyen újra színpompába borulnak a levelei.